Még a baloldali hírportálok is titkosszolgálati akciót és a magyar lengyel vétó miatti választ sejtenek a Szájer Józsefet érintő múlt hétvégi brüsszeli razzia mögött. Van olyan lap, amelyik arra hívja fel a figyelmet, hogy az azóta lemondott Fideszes képviselő mellett más befolyásos férfiak is részt vettek a szabálytalanul megrendezett partin, de az ő nevük valamiért nem szivárgott ki a sajtóba a hatósági iratokból eddig csak Szájer került célkeresztbe a partizók közül. Ezzel a címmel közölt cikket kedden a hvg.hu. A Szájer Józsefet érintő ügy gyanús részleteire több alapnak nyilatkozó biztonsági szakértő hívta fel a figyelmet. A baloldali HVG-nek egy volt titkosszolgálati tiszt azt mondta, Brüsszel a világ egyik legnagyobb kémközpontja, ahol hemzsegnek a biztonsági szervek és a hírszerzők. A belga rendőrség pénteken tartott razziát azon a brüsszeli partin, amelyet a gyülekezési törvényeket megsértve tartottak. Azt ugyanakkor még a kormánykritikus HVG is felveti, hogy a fideszes Szájer József részvételének híre nem az újságírók, hanem a szivárogtató belga hatóságok érdeme nem lehet teljességgel kizárni, hogy a pénteki jeli rendőrségi razziát ne volna valamilyen titkos szolgálati művelet, fogalmazott a lapnak nyilatkozó nemzetbiztonsági szakértő, aki szerint az egyik legnyilvánvalóbb erre utaló jel, hogy a résztvevők közül csak a Fideszes LP képviselő pozíciója szivárgott ki, néhány óra alatt pedig be is azonosította Szájer Józsefet a belga sajtó, miközben, ahogy a HVG fogalmaz, két másik diplomata is jelen volt a partin. Az M1 információi szerint ott volt például egy az Unió első számú vezetőjének számító Ursula von der Leyen közvetlen környezetében dolgozó személy is, valamint egy magasrangú orosz diplomata is részt vett a partin. Brüsszel bosszúja lehet a szájerügy. Erre már a szintén baloldali publikus intézet elemzője utalt a közösségi oldalon. Pulai András szerint az elmúlt években több száz brüsszeli diplomata vett részt hasonló partikon, így kérdéses, hogy miért éppen akkor lát napvilágot egy ilyen ügy, amikor Orbán Viktor a Brüsszelnek fontos jogállamisági kritériumrendszer miatt megvétózta az uniós költségvetést. Miért most derül ez ki? És ha sok fontos ember van ott, miért csak a Fidesz legfontosabb EU politikusa lett eddig körülírva? Teszi fel a kérdést a baloldali elemző. Ugyanezt fejtegette Vona Gábor is, sőt a jobbik korábbi elnöke Pulai Andrásnál is tovább és azt írta, szinte biztos vagyok benne, hogy az uniós vétó körüli botrány miatt vadászta le valamelyik német titkosszolgálat Orbán brüsszeli parancsnokát. Szájer József keddi közleményében úgy fogalmazott, lemondásával levonta a személyes és a politikai következtetést, és családjától, kollégáitól, valamint a választóktól is bocsánatot kér. Mint írta, kérem, hogy botlásomat 30 éves kitartó és elkötelezett munka fényében értékeljék, a botlás személyes, azért csak magam tartozom felelősséggel, kérem ne terjessze azt ki senki se a hazámra, se a politikai közösségemre.